Jó estét kívánok, üdvözlöm az első nézőt, és üdvözlök már előzetesen is minden továbbiakat. Kovács Csicek vagyok, és innen Rishon-LeZionban jelentkezem a szokásos helyszínemről. A vasárnap este van, és ilyenkor mindig a zsidó hitételekről tanulunk. Most már lassan több mint két hónapja. Azok, akik egyébként ma esetleg most már második alkalommal tűnnek fel az órán, mármint az én egyik előadásomon, azokat nagy szeretettel üdvözlöm. Láttam, hogy nem volt annyira látható, ugye valaki visszaírta délután folyamán, hogy ő látta, hogy az előadás meg volt hirdetve, viszont látom, hogy többen nem látták. Én is látom, hogy kevesebben érkeztek meg, mint mondjuk egy héttel korábban. Minden esetre mondanám, ha nem is látja valaki azt, hogy mondjuk meg van hirdetve ez a bizonyos Hétkezdése Rebbével nevű előadássorozat, akkor is tudja, hogy ilyenkor vasárnaponként délután 2 órakor ezzel nyitjuk a hetet. Tehát ugyanúgy, ahogy pénteken délután 2 órakor a Rebbének az egyik heti szakasz magyarázatával és szikával zárjuk a hetet, hasonló módon ezzel nyitjuk. Jó? Az egyiknek a neve az a szombat kóstoló, ugye, amivel a hetet zárjuk, ugye szombat előtt kicsit egy kis kóstolót kapunk a szombat élményből, és amivel pedig nyitjuk, az ugye, hát nem találtunk nagyon frappánsabb elnevezést erre, de egyszerűen azt mondtuk, hogy akkor ez a Hétkezdése Rebbével című előadássorozat. A lényeg az, hogyha a jövőben nem látjátok esetleg, hogy ez meg van hirdetve, akkor is tudjátok, hogy a Vasvári Facebook oldalon ez 2 órakor mindig ott lesz. Én mindig ott leszek, pénteken és vasárnap délután 2 órakor, hogy aki tud csatlakozni, akinek van kedve ezzel zárni ugye a hetet tóratanulással, és ideje is engedi, mert tudom, hogy azért a délután 2 óra pénteken az még munkaidő, illetve van kedve ezzel nyitni ugye a hetet vasárnap, amikor azért hál' Istennek többen tudnak még otthon tartózkodni, akkor azt tartson velem, mindig nagyon fogok körülni. Azért is ajánlom különösen, hogy esetleg a mai órát, amiről ma beszéltem, azt hallgassátok vissza, mert egy magyar fordítású, egy magyarra is lefordított heti szakasz kommentáriát tanultuk a Rebbének. Egy olyat, amit nagyjából 2 éve fordítottunk le, és ilyen módon, hogyha visszahallgatjátok az előadást, és előttetek van az előadásnak az anyaga is, amit megint csak belinkeltem, és fent van ugye a zsidó.com oldalon is, akkor azt gondolom, hogy talán még könnyebben lehet tanulni, még gördülékenyebb, és talán még egy előnye, hogy kifejezetten ugye azokat a szikákat fordítottuk az elején, ugye éveknek megfelelően, vagy köteteknek megfelelően, ami ugye az könnyebben érthető gondolatokat tartalmazni mondjuk a haszid filozófiával kapcsolatban, és ezek azt gondolom, hogy alkalommal talán ezeket a legkönnyebb tanulni, talán ezeket érdemes, minden esetre időnként, amikor úgy látom, hogy már sok bonyolult dolgot tanultunk, és már egy kicsit elvesztünk így a bonyolult dolgok a sűrűjében, akkor néha be fogok szúrni egy-egy hetet, egy-egy órát, amikor fogunk tanulni egy már magyarra is lefordított szikát. Jó? Ezt csak így előzetesen mondom. Most azonban térjünk vissza ugye a 13 hittételre. Még egyszer, azoknak, akik esetleg nem vettek részt eddig az órákon, mondom, hogy nem késő elkezdeni, mert mint ugye az előadás sorozatnak a neve is mondja, 13 hittételről van szó. Mi mind a 13 hittételt végig fogjuk tanulni, és most tartunk még csak a 4. hittételnél. A 4. hittételt ma fogjuk befejezni, de még bőven-bőven van idő. Eddig azt hiszem, hogy volt talán 9, vagy talán ez a 10. előadás, úgyhogy már az is sok, egy nagyjából 10 órás anyag az már mögöttünk van, de még mindig utána meg lehet tanulni, be lehet hozni. Én mindenkinek nagyon ajánlom, mert ez a zsidó vallásnak egy nagyon fontos alapja. Nagyon sok dolgot tanulhatunk, tanulunk heti szakaszokat, tanulunk Talmudot, tanulunk mindenféle részlet dolgot, ami nagyon fontos. De azt gondolom, hogy ami talán segít abban, hogy a zsidó vallásról alkossunk egy képet, és nem annyira a gyakorlati részéről, hanem mondjuk ugye a filozófikus részéről, hogy miben fogalmazzuk meg, ami ha azt mondjuk, hogy van a zsidó vallás, vagy a zsidó hit, akkor mi jelképezi ennek a hitnek a tartó osztapait? Mik ezek? És azt mondjuk, hogy minden egyes hittétel egy-egy tartó osztapát jelenti ennek a zsidó hitnek, a zsidó vallásnak. És azt mondjuk azonban, illetve nem mi mondjuk, bocsánat, mi elfogadjuk, hogy ugye, ha akár csak egyben is
mondjuk, ha egyet is nem tartunk, ha egyet is szembeszállunk mondjuk tudatosan, akkor azt mondjuk, hogy bár nagyon sok mindent tartatunk, nagyon sok mindent jól gondolhatunk, és jók le a törekvéseink, de ha van akár csak egyetlen egy is, amit ebből a 13 hittételből mondjuk, azt következetesen megtagadunk, akkor az egész zsidó vallást tagadjuk meg tulajdonképpen. Mert azt mondjuk, hogy ez egy olyan épület, ami hiába 13 oszlopon támaszkodik, ha csak egy is ezek közül kidől, az egész épület ledől. Tehát látszólag ez olyan, mintha azt mondanák, hogy nem olyan stabil ez az épület. Tehát az épület nagyon stabil, de az kell, hogy mind a 13 oszlop ugye hibátlanul álljon. Sőt, a 13 oszlopon kívül még ugye az első pár órán azt is megnéztük a biztonság kedvéért, hogy jó, amikor a különböző hitételekről beszélünk, akkor azért fölmerül egy kérdés, mit jelent az, hogy hit? Miben tudjuk definiálni magát a hitnek a fogalmát? És ugye az első pár órát ezzel töltöttük, hogy egyáltalán meg tudjuk érteni, hogy amikor bizonyos hitelvekről beszélünk, akkor mit írunk általuk körben? Mi ez, hogy hit? Mert ugye nagyon sokszor mondjuk azt, hogy hát ez olyan szubjektív, ki miben hisz, mindenkinek megvan a maga hite, de ugye azzal, hogy Maimonides a zsidó történelemben először csokorba szedte ezeket a hitelveket, és azt mondta, hogy jó, ha ezeket tartjátok, ezeket mind tartjátok, akkor megfeleltek mondjuk úgy a mainstream, a fősodratú zsidóság hitvallásai, tehát tudtok vele, ugye a fősodrattal, a zsidó vallás fősodratával, és akkor tényleg azt mondjuk, hogy az autentikus zsidó vallásban, vagy a zsidó hitet, az autentikus zsidó hitet valljátok, azonban, ha erről letértek, akár csak egy picit is, elég egy hittételt megváltoztatni, elég egy gondolatot megváltoztatni, és már az egész borul. Tehát azt mondjuk, hogy ezek olyan nagyon fontos alapvetések, amiknek mindegyike sértetlenül kell álljon ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy márpedig mi tényleg a zsidó vallás az, hogy a zsidó vallásban hiszünk, a zsidó vallásnak a tanait valljuk. Na most a Maimonides első alkalom, ugye tudjuk, hogy Maimonidesnek nagyon kiterjedt vallásirodalmi tevékenysége volt, írt ugye etikai művet, ugye ez a Shmone Prakim, aminek magyarul azt jelenti, hogy 8 fejezet, és ez ugye a Pirkei Avothoz, tehát az atyák bölcs tanításainak a traktátusához írt kommentárja, alkotott a filozófiában, ugye ez a Morene Vuhin, a tévegők útmutatója című könyve, a legfontosabb filozófiai műve, és ez minden fontosabb morálfilozófiával foglalkozó enciklopédia tartalmazza, ugye amik olyanok, akik egyébként világi filozófiával foglalkoznak elsősorban. Maimonides alkotott a halakha terén, tehát a zsidó törvénykérdezés terén, nem is kicsit, óriásit, ő a zsidó jogtárnak, a Misné Tórának a megalkotója és a megírója. Ugye ez az, amit most elkezdtünk tanulni egy nemzetközi program keretében, hogy 3 év alatt teljesítjük, és amin nap mint nap láthatjátok, hogy újabb podcastek, újabb kis YouTube videók készülnek el, hogy együtt tanuljuk ezeket is. Tehát Maimonides munkássága nagyon sok területre kiterjedt, és többek között volt egy olyan műve, ami szintén nagyon híres, Misnához írt kommentárok, ez a címe, Péru Simle Misnájot, tehát kommentárok a Misnához. És ez volt az a műve, amiben először leírta, vagy csokorba szedtek, tényleg mindig azt mondja, csokorba szedni, miért? Mert ezek a hitelvek már léteztek korábban, nem arról van szó, hogy ő találta ki a hitelveket. Maimonides nem egy Rambam nem egy olyan dolgot írt le, amit ő a saját fejéből kitartott, azt benne volt már a zsidó hagyományban, de ő volt az első, aki ezt rendszerbe szedte. Amikor írta ezt a kommentárt, akkor a Sanhedrin traktátusához, ugye van egy olyan misnai traktátus, hogy Sanhedrin, oda is írt kommentárt, és ott a 10. fejezetnek a bevezetőjéhez írt kommentárjában vette sorra első alkalommal ezt a 13 hitelvet. És onnantól kezdve pedig még sok más helyen is megjelent, ugye. De ez a legfontosabb, amit ugye tanultunk róla, hogy a zsidó hit az akkora autentikus, ha ezeket a hitelveket ugye mind megértjük, és ennek fényében tudunk gondolkodni a zsidóságról. Legyen ez az úgynevezett filozófiai közös nevezőnk. Na most, amikor mi tanuljuk ugye ennek az előadás sorozatnak a keretében ezeket a hitelveket, akkor ugye mi sem a levegőből veszük a tanításokat, hanem egy Chabad rabbinak, azt hiszem, egy buffalói Chabad rabbinak a könyvét használjuk, méghozzá Nason Gurari rabbinak a 13 hit, vagy a Hit 13 elve című könyvét, The 13 Principles of Faith, a Hasidic Viewpoint, ami azt pedig ugye, hogy a 13 hitelvet tanuljuk haszid megközelítésben, ami azt jelenti, hogy a vizsgálódásunk során elsősorban
két dologra támaszkodunk. A Rambam által megfogalmazott, vagy csokorba gyűjtött hitelvekre, és a Chabad filozófia, a Chabad filozófiai értekezéseire. Na most mi az, ami ennek a filozófiai értekezésnek az alapját képezi? A Tánya, ugye ismerjük, és a Tányán belül is ugye több könyvet különböztetünk meg. És az egyik könyv, ami kifejezetten ezekkel foglalkozik, igen nagy terjedelemben, az a Sár, Ha-Yichud, Ve-Ha-Emuna, ami magyarul azt jelenti, hogy a hit és az egység kapuja. És ezt a kettőt, azt mondjuk, hogy ez adja a magyarázatot, a kereteket, ugye megadja a Maimonides, és a vizsgálódás, vagy mondjuk ugye a filozófiai mélymerülésünket pedig, ugye az Alter Rebbének, a Tanya művének ezen könyve segíti nekünk. Úgyhogy eddig is ez szerint haladtunk, most is ez szerint folytatjuk. Még egy nagyjából 10 perc, hogy mikről beszéltünk az elmúlt két-két és fél hónap során. Ugye beszéltük, mint mondtam, 3 órán keresztül a hitnek a fogalmát, majd utána vettünk 3 hittételt, ezeket teljesen le is zártuk. Ezekről most egy kicsit röviden ugye megint megemlékezünk. Ugye első hittétel, héberül megint a szokásos sablonnal indít. Azt mondja, Ani mámin be emuna slémá, se ha bore idberek smó, hu bore umanhig, le kolebevoim, ve hulevádó, asza, ve osze, ve jászé, le kolemászim. Ami azt jelenti, hogy teljes hittel hiszek abban, hogy a teremtő áldott legyen a neve, ő teremtette és ő vezérli az összes teremtményeket, és egyedül ő alkotott meg, ő alkot ma is, és mindig ő fog megalkotni minden alkotást. Mi az, amit ezen hittétel keretein belül tanultunk? A legfontosabb az, hogy ugye hinnünk kell az örökkévalóban, illetve abban, hogy ő a teremtő. Tehát hinnünk kell egy Isten létezésében, és ennek az Isten létezésének egy bizonyos minőségében. Mit jelent az, hogy egy létezési minőség? Hát amikor azt mondjuk, hogy létezés, akkor ugye azt gondolnánk, hogy egy ilyen nagyjából sablon dologra gondolunk. Olyan sablon dologra, mint mondjuk a hitételeknek a megfogalmazásának az első része. Ugye látjuk, hogy mindig az első része valamennyi hitételnek az hasonlóképpen hangzik. És amikor létezésre gondolok, akkor azt gondolnám, hogy van erről valami közmegegyezés, hogy mit jelent az, hogy létezés. És ez a mi esetünkben igaz is. De amikor az örökkévalóról beszélünk, akkor világos, tehát hogy Istenről beszélünk, és azt mondjuk, hogy minden tőle eredeztethető, erről ma részletesen fogunk beszélni, akkor azt mondjuk, hogy különbséget kell tegyünk a között, hogy milyen Isten létének a minősége, és milyen a mi létezésünknek a minősége. És ennek kapcsán beszéltük meg azt, hogy 3 alapvető dolgot, most ez összesen 6, de igazából 3 dolgot tudunk elmondani Isten létezésével és a mi létezésünkkel kapcsolatban. Isten létezése és az a jó, ha esetleg valaki úgy érzi, hogy már a könnyökén jön ki. Nagyon remélem, hogy most senkinek nem mondok újdonságot. Ha mondok, akkor örülök, mert akkor remélem azért, mert esetleg újonnan csatlakozott. Ha meg valakinek a könnyökén jön ki, akkor meg azért örülök neki, mert az azt jelenti, hogy még hogy emlékszik rá, és nem kéne elmondanom. De azért elmondom egyrészt az újja kedvét, másrészt meg én abban hiszek, hogy nem lehet ezt elégszer elmondani. Az egész ismétlésnek egyébként az az elve, hogy ahhoz, hogy egy bizonyos mennyiséget képesek legyünk megtanulni, mindig egy kicsit túl kell méretezni. Egy bizonyos mennyiséget csak akkor tudunk megtanulni hatékonyan, hogyha annál több információval kerülünk kapcsolatba, mert az agyunk nem tud ugye 100%-os hatásfokkal üzemelni. Ezen túlmenően pedig még az is, amit mondjuk nagyon szeretnénk elsajátítani, azt is ugye rengetegszer kell átismételni, hogy tényleg elmélyüljön. Szóval mi volt ez a 3 dolog, amit a kapcsolatban? Azt mondtuk, hogy Isten létezése szükségszerű, a miénk milyen? Lehetséges. Isten létezése feltétel nélküli, a miénk feltételes. Isten létezése elsődleges, a miénk többedleges. Mondjuk másodlagos, de többedleges. Az a lényeg, hogy nem elsődleges. Tehát azt kell tudni, tehát tudni kell azt, amikor Istenben hiszünk, hogy ugye az első hittétel erről beszél, hiszünk a Teremtőben, hiszünk, hogy van egy Isten, és elsősorban az az újdonság, amit meg kell tanulnunk, hogy milyen ennek az Istennek a létezésének a minősége. És mellékesen szót ejtettünk azért egyébként ennek kapcsán, ugye a kreáció ex nihilo elvéről, tehát arról, hogy Isten a semmiből teremt. Tovább haladtunk a második hittétellel. A második hittételnek a tanulását azzal nyitottuk, hogy leszögeztük, ennek a gyakorlatban még nagyobb jelentősége van az Isten szolgálatunkra nézve,
mint mondjuk az első hittételnek, és ez nagyon érdekes. Miért? Mert amikor gondolkozok Istenről, és azt akarom, mondjuk ki akarom fejezni azt a dolgot, ami a leginkább jellemző rám, mivel a leginkább meg tudnám ragadni a nagyságát, akkor azt gondolnám, hogy na, az első hittételben megfogalmazott dolog, ezt jól tükrözi is. Mi ez az első hittétel? Mit mond még egyszer? Hogy ő a teremtő, ugye? Márpedig, amikor én a saját és Isten kapcsolatomról gondolkodom, akkor ő milyen pozícióban merül fel, ugye az én gondolatomban, mint az én megteremtőm. Ugye én a világot, mint úgymond teremtmény, ugye ezen a teremtménység szemüvegén keresztül nézem, és azt mondom, hogy hiába tudom észre felfogni, hogy én mondjuk egy teremtmény vagyok, és tőlem Isten az egy magasabb rendű létezés, mégiscsak valahogy az van bennem ösztönösen, úgy érzékelem az egészet, hogy vagyok én, először, most zárójelesen, tehát először ugye én vagyok, ezen keresztül én szemlélem a világot, és fölismerem ezen keresztül, a szemlélődésen keresztül, valamilyen módon, logikai úton, töprengés útján, hogy létezik Isten. És bármilyen nagyságát fölismerhetem, vagy kimondhatom, megfogalmazhatom magamban, azonban akkor, amikor azt mondom, hogy vagyok én, és vagyok, van a teremtő, ez olyan, mintha azt sugalná, hogy kétféle létezés, hogy két létezés van, bocsánat. A kétféle létezés az egy jó megállapítás, de a két létezés, két valódi létezés, az már nem jó megállapítás, az egy tévképzet, mert igazi létezése csak Istennek van. És erre mondtuk azt, hogy a második hittétel, ami nem azzal foglalkozik, hogy Isten a teremtő, ami látszólag ránk nézve a legnagyobb gyakorlati jelenségek vagyunk, tehát Istennek azon tevékenység, teremtett minket, ugye? Sok minden mást is esetleg elmondhatunk róla, de mi azért létezünk, mert ő a teremtő. Akkor mégis mit mond ki a második hittétel, amire azt mondjuk, hogy na, ez még jobban hat a mi Isten szolgálatunkra, mint annak a ténynek a felismerése, hogy ő a teremtő. És azt mondtuk, hogy ez a tulajdonság, ez Isten egységének a felismerése. Amikor elmondjuk a Sma Israelnek az első strófáját, vagy az első sorát, ugye? Hajad azt látom, bocsánat, megnézem, csak ellenőrzöm az internet kapcsolatot. Látom, hogy megszűnt egy kicsit a kapcsolat, elnézést kérek. Tehát amikor kimondjuk a Sma Izraelnek, ugye az első sorát, halljad, Izrael az örökkévaló, az Istenünk az örökkévaló egy, akkor ugye van egy ilyen nagyon sát értelmezés, hogy miről beszélünk, arról, hogy egy Isten van, ugye? Monoteizmusnak a hitvallása, sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy az egész világ egy, bocsánat. Nem az egész világ egy, mert a világ az egy teremtett entitás. Az már egy teremtmény. Azt mondjuk, hogy minden az egyenek a része. Mi ez az egy? Ez az egy az örökké való Isten. És azt mondjuk, hogy minden ehhez az egyhez kapcsolódik. Minden ennek a részét képezi. Nincs több, nincsen második, nincs harmadik. Valójában minden csak egynek a része, az örökké valónak a része. Ez azt jelenti, ez tulajdonképpen az örökké való létezési minőségének egyik elemének a felig gyakorlatban történő felismerése. Mi ez? A szükségszerű létezése. Tudnélik? Ha én azt mondom, hogy van olyan lét, mondjuk van az örökké való, és vagyok én. Ugye? Van a teremtő, és van a teremtmény. Megteremti a világot, de a teremtett világban már nincsen benne a léte, akkor azt mondom, hogy az ő létezése nem szükségszerű, mert ugye lehet, hogy minden másban ott van, de ha bennem esetleg nincsen ott, akkor már csak lehetséges a léte. Ezt tagadná ugye Isten létezési minőségének az egyik nagyon fontos vonását. Na most, amikor azt mondjuk, hogy minden az egységhez kapcsolódik, minden az egyének a része, az Istennek a része, akkor azt mondjuk, hogy a világ az csak az örökkévaló Istenben létezik. Nincsen világ gyakorlatban, hanem csak mint az örökkévalónak egyfajta mondjuk úgy nyúlványa, egyfajta, nem is nyúlványa, ugye, de beszéltünk arról, a világ az Isten, mondani, hogy Isten ott él bennünk, Isten itt van a világban, de valójában a világ az, ami ott van Istenben. Tehát és ez azért bír nagyobb jelentőséggel még a gyakorlatban is, mint az első hittétel, mert nem csak azt értjük meg, hogy ugye van egy teremtmény-teremtő kapcsolat, amiben mondjuk egy kicsit még tudnám azt vizionálni, hogy ez olyan, mint mondjuk két ember kapcsolata, amiben az egyik jót tesz a másikkal, és ilyen módon az a egyfajta hatást érzékel saját magán, valami jótékony hatást, hanem egyszerűen arról van szó, hogy mi benne élünk. Az ő léte nélkül mi egyáltalán nem létezünk. Semmilyen módon nem vagyunk értelmezhetők. Ilyen módon pedig azt mondjuk, hogy
mi a létezésünkben, ha autentikusan akarunk létezni, úgymond igazolni a valódi létünket, akkor azt nem az egónkon keresztül tudjuk megélni, ugye? Mert az a létezésünknek nem a valódi része. A létezésünk valódi része, mondjuk úgy független része, az az isteni rész. Nem az ego rész. Nem az, ami magamra, mint egy egytől, Istentől különállóra reflektál. Nem az az én valódi létezésem. Ez egy függő létezés. Ez kicsit olyan, mint egyfajta képzet. Ugye? Egyfajta vízió. A valódi létezésem az, az a létezésemnek azon aspektusa, amiben Istent fejezem ki. Milyen módon tudom én a létemben kifejezni Istent? Hát olyan módon, hogy az ő előírásai szerint élek. Hogyha nekem parancsolatokat fogalmaz meg, ha elmondja, hogy hogyan viselkedjek az élet minden szegmensére vonatkozólag, akkor én az életem minden szegmensében ezen parancsolatoknak megfelelően fogok élni. Ebben tudom kifejezni ugye az ő létét, és ezzel tudom a létezésemnek a valódi aspektusát igazolni és kijelenteni. Ez egyfajta deklaráció, hogy én valóban létezem. De min keresztül? Csak Istenen keresztül. Nem az egómon keresztül. Mert az egy másodlagos lét, az nem a valódi része, az nem a valódi létezés, az egy függő létezés. Viszont a független léte az én létemnek, az ugye az a rész, ami ugye isteni, ugye? Amiben őt sugallom, amiben őt kiáltom ki. És az életemnek, és ezt úgy tudom megtenni, hogyha az ő parancsolatai szerint élek. Ugye? Mert azzal azt mondom, hogy miért viselkedek így? Mert azt mondom, hogy hát, mert nem is tudnék máshogy viselkedni, hiszen nekem őt kell igazolni. Ugye? A lényeg viselkedek, ami ugye ami összhangban van ugye az ő elvárásaival. Azt hiszem, ezt eléggé elmagyaráztam, ezt nem kell többet plánolni, mert beszéltünk róla korábban. Jó. Mi volt ugye ez volt a második hittétel, és ezért mondjuk azt, hogy ennek még nagyobb jelentősége volt ugye az Isten szolgálatra, mert ugye ez adta úgymond ezt a motiváló erőt, az inspirációt, hogy a különböző parancsolatokat megcselekedjük. Menjünk a harmadik hittételre. Harmadik hittétel során tanultuk. Anima amin, be emuna shlema, seha boregit barashmo, einu guf, ve lo yasi guhu masigeya guf, ve einu shum dimyon klal. Magyarul ez a következőképpen hangzik. Teljes hittel hiszek abban, hogy a teremtő áldott a neve, nem test, nem lehet őt leírni fizikai fogalmakkal, és semmihez sem lehet hasonlítani. Ugye ezt két héttel ezelőtt tanultuk. Mi volt ennek a parancsolatnak az üzenete? És azt mondtuk, hogy ez a parancsolat, bocsánat, mi volt ennek a hitelnek a gyakorlati üzenete? És megállapítottuk, hogy az, hogy ez tulajdonképpen egyfajta deklaráció, hogy nem, ugye nem az antropomorf Istenben hiszünk, nem a nagyszakállóban hiszünk. De ugye a majmoni részre nagyon jellemzőek ezek a negatív teológiai kijelentések, amikor nem azt mondja, hogy mi az, amiben hiszek, hanem mi az, amiben nem hiszek. És ez logikailag teljesen értető, mert ugye Isten annyira transzcendens, és ugye leginkább megismerhetetlen, ugye? Ha Istennek mondjuk csak mondjuk egy részét, egy vonását megemlítem, a végtelenségét, akkor már ez elegendő arra, hogy azt mondjam, hogy ez nagy részt biztos, hogy megismerhetetlen. Ugye nagyon kicsi az, amit mi megismerhetünk belőle, ilyen értelemben pedig sokkal logikusabbak ugye a negatív teológiai kijelentések, mondjuk a pozitívakkal szemben. A negatív teológiai kijelentés azt jelenti, hogy nem valamit állítok róla, hogy ő milyen, hanem azt mondom, hogy milyen nem. És azt mondom, hogy nincs teste. Jó, de akkor milyen van? Akkor mit jelent? Akkor hogyan kell őt elképzelni? Hát pont ezzel van a probléma. A mi képzeletünk az a fizikaiságban van ragadva. Mert a képzeletünk abból tud táplálkozni, vagy olyan elemekből tud táplálkozni, amivel van valamiféle élményszerű kapcsolatunk. Mivel tud nekünk élményszerű kapcsolatunk lenni? A fizikai világgal, ugye? A térrel és az idővel, ugye? A téridő dimenzióval. Azon még az álmaink is, amikor azt mondjuk, hogy álmodtunk valamit, az is a téridő dimenzióról szól. Ha azt mondjuk, hogy az álmunkban repültünk, ugye? Az is a téridő dimenzióról szól. Hiába mondok egy olyan dolgot, ami azt mondom, hogy én ilyet nem tudnék megtenni. De nem arról van szó, hogy el sem tudom képzelni, mert eleve ennek a fantáziaképnek az egyes komponensei is már valami olyan elemek, amik mondjuk semmilyen módon nem kapcsolódnak a mi téridő élményünkhöz. Ugye ez nem igaz. A repülés is kapcsolódik, ugye? A saját testünk is kapcsolódik. A szájnyverés az is kapcsolódik. Tehát bármennyi is bizarr, meg esetleg vicces lenne összekapcsolni mondjuk azzal, hogy látjuk, hogy mondjuk egy ember mondjuk így a karjával egy szárnyverést imitálva repül, de elképzelhető. De ugye azt mondjuk, hogy amikor az örökkévalóról van szó, akkor azt mondjuk, hogy ezek a leírások,
Ugye, és ez egy nagyon általánosan elterjedt indoklás, hogy vajon miért így beszél a Tóra, miért beszél úgy, hogy az örökkévaló mérges, vagy az örökkévaló karja. És azt szokták mondani, ez egy általános magyarázat, hogy hát analógia. Ezek csak analógiák. Mert mi ugye a saját élményeinkből tudunk mondjuk megérteni dolgokat, vagy elképzelni dolgokat, és ilyen módon ezek analógiát jelentenek. Mi volt az a kérdés, amit viszont ezzel kapcsolatban feltettünk, ami viszont probléma volt? Ez valóban csak analógia, az viszont tagadja a Tórának azt a minőségét, ami azt mondja, hogy a Tóra az abszolút és igaz. Vagy úgy mondjuk, ugye az ilyen amerikai filmekből ismert mondás, hogy a Tóra az igazat tartalmazza, és csak is az igazat. Ugye? Ugye ez problémás, mert ha azt mondjuk, hogy ez a teljes igazság, akkor Istennek van karja. Isten valóban dühös. Örül, amikor mondjuk egy áldozatot megér, az azt mondja, kellemes illatú áldozatként száll fel az örökkévalónak, vagy nem, reakni hoach, ugye? Ezt mondja a Héber. Tehát az örökkévaló lába ugye élvezi ezt. Na most ezt ugye nehéz értelmezni, ez analógia? Ha ez analógia, akkor a Tóra az nem teljes igazat tartalmaz, hanem analógikus igazságokat. Márpedig a Tóra ugye ne, márpedig ugye hitünk nem ezt mondja, hanem azt, hogy a Tóra az teljesen igaz. És adtunk többféle magyarázatot, illetve több irányból közelítettük meg ezen problémának a feloldását. Egyrészt azt mondtuk, hogy minden fizikai létezésnek ezen a világon van egy spirituális ellenpárja, vagy egy mazália, egy forrása. És azt mondjuk, hogy a fizikaiság, a fizikai jelenléte manifestációja, ez tulajdonképpen egyfajta spirituális alászállása. Ugye? Érdekes, hogy mindig spirituális mondok, és egy spirális irányt mutatok, de az azért is van, mert van egy olyan magyarázat, miszerint ugye az égi áldás, vagy az isteni áldást is egyfajta spirál módjára száll alá, mert ugye Héber áldás szó az bracha. És van egy olyan kifejezés héberul, ami a talmudi kifejezés, ami arra utal, hogy a szőlőt azt milyen módon tekerem rá ugye a karóra, amikor termesztem. És ez pedig azt jelenti, hogy mavrich. És azt mondjuk, hogy ugyanilyen módon, ugye azzal, hogy egy áldást mondok, egyfajta spirált, egyfajta égi spirált hívok le, egyfajta égi hatást hívok le ilyen módon. Tehát ezért is valószínűleg ezért mutattam így. De a lényeg az, hogy ugye kicsit elkalandoztam most, beszéltünk ugye arról, hogy ha ez analógia, akkor ugye a Tóra az nem a teljes igazságot tartalmaz. De most feloldottuk egyrészt azzal, hogy nem, minden fizikai dolognak van egy mazája fönt. A másik pedig azt mondtuk, ugye, hogy ez viszont még mindig nem segít az örökkévaló leírásában, mert azt mondjuk, hogy az örökkévalóra nem csak fizikai dolgok nem igazak, hogy nem tulajdoníthatunk neki mondjuk testet, nincsenek testi tulajdonságai, de azt mondjuk, hogy még spirituális szerkezeteket sem tulajdoníthatunk neki. Nem mondhatjuk, hogy ez a fajta spirituális forma őt leírja. Mert azt mondjuk, hogy Isten önmagában véve teljes mértékben transzcendens. És van egy másik dolog is, ugye? Most ez volt az egyik kérdés. Jó, ha még spirituális szerkezettel sem írható le, ugye? Akkor mégis mi? És a másik kérdés pedig az, hogy az a dolog, amikor arról beszélünk, hogy Isten mondjuk haragra gerjed, vagy Isten boldog, akkor azzal még egy dolgot tagadunk látszólag. És majd látjuk, hogy ezeknek a feloldása ugyanaz a dolog lesz. Azért folytatom most a fölmerülő kérdések sorát. Amikor azt látjuk, hogy azt mondjuk, hogy Isten megharagszik mondjuk a Noé nemzedékére, meg az előtte lévő nemzedékekre, akkor azt látjuk, hogy valami hangulatváltozás áll benne nála. Valamiféle változás. Ugye akkor mondjuk, hogy egy ember megharagszik, amikor egy adott érzelmi állapotából kilendül egy negatív irányba, és haragra gerjed. Ugye teljesen világos, hasonló módon, amikor jókedvre derül, az is egy változást sugall, ugye? Az örökkévaló az elvileg nem változhat. A Malachi proféta könyvéből tanultuk a 3. fejezet 6. paszukjában, és versarában, hogy Anik Hashem, losaniti, vagy velosaniti, elnézést most hír, paszukot vagy idézünk, vagy ne idézünk, pontosan mondjuk el. A lényeg az, azt mondja, hogy én vagyok az örökkévaló, és én nem változom, ugye? Nem változom. De most, ha ez igaz, akkor milyen módon értelmezhető az, hogy az örökkévaló mérges lesz, vagy boldog lesz? Hát akkor ezek szerint változik, legalább kedély állapotában, ugye?
Most ez is valami spirituális vagy hangulati dolog, ugye, hogy most boldog lesz, vagy mérges lesz, de arról beszéltünk, hogy még ilyen módon sem mondhatjuk, hogy ő változik. Akkor mit jelentenek ezek a kedélyállapotváltozások? És erre mondtuk azt, hogy Istennek nincsenek tulajdonságai. Mert a tulajdonságok azok változékonyságot sugallnak. Isten viszont nem változik. Mi érzékeljük úgy, nekünk adatot meg Isten részéről, hogy úgy érezzük, mintha ő változna. És mi ennek a funkciója? És erre mondtuk azt, hogy az örökkévaló a világhoz attribútum rendszeren keresztül kapcsolódik. Mit jelent ez az attribútum rendszer? Nagyon leegyszerűsítve, az attribútum az tulajdonságot jelent. Isten, ami az ő valóját jelenti, azt mondjuk, hogy teljesen transzcendens, teljesen megismeretetlen. Jó? De menjünk egy szinten lejjebb. Azt mondjuk, hogy van Istennek egy olyan szintje, ami azt mondjuk, hogy ez nem maga Isten, de Istennek a korlátlan megnyilvánulása. Ez, amit ő megmutat magából. Oké? Ezt hívjuk Orein Sofnak, magát Isten pedig Atzmutnak. Ugye? Saját maga azt jelenti, vagy Atzmutein Sofnak. A végtelen önmaga. Ez az igazi eszencia. És azt mondjuk, hogy ugye mi ezt nem, nekünk nincsen létünk, nekünk nincsen érzékelhető létünk, hogyha ő ilyen módon képviseli magát, vagy jeleníti meg magát, vagy mondjuk úgy közvetíti magát felénk. Erre mondtuk azt, ugye erre tanította az Arizal, és fejlesztette tovább az elvét ugye az Áterrelbe, hogy Isten ugye összehúzta magát, de valójában nem összehúzta magát, hanem elkezdett eltakarni az ő végtelen megnyilvánulásából, revelálásából, értsd fényéből, annak érdekében, hogy ne vakítson meg minket, hanem pont annyi fény legyen, hogy érezzük a létezést, érezzük magunkat, azt ne feltétlenül érezzük, hogy ugye a mi létünk, az csak az ő létében értelmezhető. Ugye ezt akkor, ugye, ha ő teljesen megnyilvánul, akkor magunkat nem éreznénk, viszont akkor az ő igazsága az annyira ordítana, hogy viszont ellenénk telve ugye azzal az érzése. Kicsit paradox ugye ez a mondat, mert azt is mondom, hogy mi éreznénk, és abban a pillanatban, hogy megfogalmazódik az a gondolat, hogy én érzek, olyan, mintha én mégis lennék. De mondjuk ez egy olyan fajta létállapot lenne, hogy nem tudnék arra gondolni, hogy én létezek, de azért érzékelni tudnám ugye az ő megnyilvánulását. Na most, ez az attribútum rendszer, ez a következőt csinálja. Képzeljünk el egy nagyon-nagyon erős fényforrást, amiből a fény teljesen korlátlanul haladna át, vagy minden irányba. Létrehozunk egyfajta üvegajtót, vagy egy ablakot mondjuk azt. És azt mondjuk, hogy a szobában ott vagyunk mi. A szobában különböző dolgokat csinálunk, és ennek hatására ezeket az attribútumokat, amik olyan módon tudnak megnyilvánulni, hogy mondjuk azt minden attribútum egy különböző oldalát, egy különböző karakterét mutatja meg a fénynek, ami ugye bejön az ablakba. Tehát maga az ablak az, ami tulajdonképpen egyfajta attribútumrendszer, egyfajta szűrő, ami valamit kiszűr, valamit kifejez. Jó? Isten egy olyan rendszert hozott létre, hogy azzal, hogy létrehozta a parancsolatokat, és megfogalmazta pontosan azt, hogy mi az, amit elvár tőlünk, mi, amilyen módon cselekszünk, azt idézőjel előre beprogramozta, hogy milyen attribútumot aktiváljon tulajdonképpen. Milyen szűrőn keresztül nyilvánuljon meg az örökkévaló fénye. Vagy egy kicsit bonyolultabban, mik aktiválódjanak, és mik záródjanak el. Mi az, amit magából kifejezzen, és milyen mennyiségben, és mi az, amit eltakarjon. Ilyen értelemben viszont továbbra is azt mondhatjuk, hogy mi bármit teszünk, az örökkévaló mondjuk az mérges lesz. De nem arról van szó, hogy maga az örökkévaló lesz mérges. Az örökkévaló aktiválja az attribútumnak a működését olyan módon, hogy mi azt olyan módon érzékeljük, hogy ő mérges. Miért? Mert magunknak mondjuk úgy a saját mérgünket meg tudjuk fogalmazni. De most nem arról van szó, hogy mit teremtjük meg magunknak az Istent, Isten teremtett meg minket. De mégiscsak a saját érzelmeinken keresztül, ha mondjuk tudjuk, hogy mit jelent az, hogy mi haragszunk, és azt mondjuk, hogy az örökkévaló valamilyen módon mondjuk a történelem során viseltetett a zsidókkal szemben, és ez nagyon kifejezett volt, ugye nem úgy, mint ma, de nagyon kifejezett volt ennek a kapcsolatnak ugye a megfogalmazódása, a manifesztálódása, akkor az ugye egyfajta üzenetet küldött a zsidóknak. Csináltak valamit rosszul, és valami büntetés érkezett rá. Ez azért volt jó, ennek az a haszna, hogy az ember érezze, hogy a tette, annak van ugye valamiféle következménye, azzal kivált valamit, vagy mondjuk úgy hatással van valamire.
De most látszólag ugye, amikor mi valamire hatással vagyunk, akkor mi azt a dolgot, ugye, mi amikor ránk hat valami, akkor megváltozunk általa. De itt arról van szó, hogy igazából maga a változásnak a lehetőségét és az örökkévaló teremtette meg az attribútumok rendszerén keresztül, de maga az örökkévaló nem változik. A Malachi proféta verse és Malachi profétának a szavai továbbra is élnek. Mire gondolok pontosan? Arra, hogy van ez az ablaküveg, ugye? Bocsánat, most nem átlátszó a kezem, úgyhogy nem tudom jól mutatni, de a lényeg, van ez az ablaküveg, az attribútumrendszer, az örökkévaló fénye egyik oldalról világít, ez az Atzmut, vagy az Or Ein Sof, jó? Ennek a forrása az Atzmut Ein Sof, maga az örökkévaló. A fénynek az erőssége valójában az ablak egyik oldalán nem változik. A szobában változik, ahogy mi érzékeljük, mert ilyen módon tud Isten bizonyos módon üzeneteket küldeni nekünk, és ilyen módon tudjuk azt érezni, hogy már pedig a cselekedeteinknek súlya van, jelentősége van. Egyébként ennek az egész takarás, meg föltárás rendszernek, ugye arról szól az egész, hogy a világ az Istennek az Istent takarja. Ugye? Tehát mi nem tudjuk magából a világból direkt módon megismerni Istent. Erre nincsen lehetőség. Ugye ezért is mondja a Héber nyelv, ugye a világot olámnak mondja, a takarás pedig helemnek. Ami ugye etimológiailag nagyon hasonló, ugyanazokat a betűket tartalmazza. A takarást, amit héberül helemnek mondunk, az egyel több betűt tartalmaz, egy hébetűt is tartalmaz. Azonban ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a világ létrejöjjön, az azt kellett, hogy az Isten az ő végtelen fényét eltakarja. És azt mondjuk, hogy ez az egész takarás tulajdonképpen ez a kipa. És ezzel zártuk le két héttel ezelőtt ugye a harmadik hittételt, hogy azt mondjuk, hogy a világban lévő rossz, az, hogy az isteni jelenlét nem érzékelhető. Minden rossz ebből származik. Minden jó meg abból származik, hogy föltáródik Istennek a jelenléte, érzékelhetővé válik. Ahhoz lehetne az egészet hasonlítani, és ezért mondtuk azt, hogy a Sitra Achra, ami azt mondja, másik oldal. Mit jelent az, hogy másik oldal? Azt mondjuk, hogy van két érme, és az, vagy van egy érme, és annak van két oldala. Az örökkévaló léte az érem egyik oldala, ami mindig igaz lesz. A másik oldal pedig, ahogy ezt mi látjuk. Ugye? De valójában nincs olyan dolog, amiben ne lenne benne az örökkévalónak a léte. Pontosabban minden dolog, ami van, minden, ami van, az az örökkévaló létében van benne. És ilyen módon azt mondjuk, hogy azt is megértetjük, mit jelent ez a klipa szó. A Sitra Achra, tehát a másik oldalnak, tehát a rossznak, a másik elnevezése ez a klipa. A klipa az azt jelenti héberül, hogy hey. És úgy azt mondjuk, hogy a haszid filozófia mondja, hogy úgy, ahogy a hagymát elfedi a héja, mielőtt ugye meg kell hámoznunk, mielőtt a gyümölcshöz érünk. Hasonló módon, ahhoz, hogy elérjünk Isten igazságának a felismeréséhez, az, hogy az egész világban ez az egy van, illetve az egész világ ennek az egynek a része Isten igazságáról szól, ahhoz ugye el kell távolítani ugye minket az ő valóságától, vagy bocsánat, itt most a hagymától elválasztó távolságot, mondjuk úgy rétegeket, héjakat. Egy másik példát mondtunk erre, hogy kicsit olyan, ugye ez az Isten keresésünk, vagy Isten létének ugye a feltárása, ugye világossá tétele az Isten szolgálat által, meg a Tóra útjának a követése által, olyan ez, mint amikor mondjuk egy homokos tengerparton tudjuk, hogy el van dugva egy kincsesláda. De menjünk tovább egy kicsit a példában. Nem arról van szó, hogy egy kincsesláda van eldugva, hanem arról van szó, hogy az egész homokos tengerpart alatt, sőt az egész világnak a mélyén ott vannak a kincsek. Ez a kincs, ez az örökkévaló létezését szimbolizálja. Milyen módon tudom én ezt feltárni, hogy ellapátolom róla, ugye az őt takaró homokot. Minél többet ellapátolok, annál többet fogok felfedezni ugye Isten jelenlétéből, annál több dolog lesz érzékelhető számomra belőle, és annál kevesebb lesz ugye a világból jelen számomra, ilyen módon a takarásból is, ugye az olámból, mondjuk ugye a Heszterből. Most gyorsan megyek tovább a negyedik hittételre, de szeretném megnézni, hogy van-e valami kérdés, és elnézést, hogy csak ilyen későn jutott eszembe. Gyorsan. Villám gyorsan beírom. Szeretném időben befejezni ezt az előadást. És erre van is lehetőség. Ezt fél pillanat. Hát ha felmerült valami kérdés. Csak nem látom. Nézem azt, hogy... Jó, Annának köszönök. Katit is üdvözlöm. Otto, örülök, hogy itt vagy.
Igen, otthon nálam is leállt a közvetítés, de most már rendben van, remélem, hogy visszatértél. Édesanyámat üdvözlöm, sok szeretettel. Jó, rendben. Hogyha fölmerülne az eddigiekkel kapcsolatban kérdés, természetesen vissza lehet nézni a korábbi előadásokat, és még továbbra is mondom, mindenkinek sok szeretettel várom a megkeresését. Haladjunk tovább robogva a negyedik hittételre, ami azt mondja, anima aminbe emuna slema se ha bore idbarach smo, hu rishon ve hu acharon, ami azt jelenti, ami magyarul úgy hangzik, teljes hittel hiszek abban, hogy a teremtő áldott a neve, ő az első és ő az utolsó. Ugye beszéltünk erről, ugye elkezdtük a múlt órán egy hete ugye beszélni arról, hogy amikor elsőről és utolsóról beszélek, akkor általában van egy természetes társításom az időhöz. Mert ugye azt mondjuk, hogy hogyan tudok valamit meghatározni, hogy valami első és utolsó, úgyhogy időbeli sorrendbe teszem őket. Az első az ugye az, ami a legkorábban történt, az utolsó pedig az, ami a legkésőbb. Miért problematikus ez az örökkévaló kapcsán? Ugye azért, mert azt mondjuk, hogy eleve az idő meg a tér is, ugye, de akkor most foglalkozunk csak az idővel, ez egy teremtett entitás. Tehát amikor azt mondjuk, hogy időben első, annak azért nem lehet értelme, mert az örökkévaló nem az időben létezik, hanem az idő létezik az örökkévalóban. És ilyen módon ugye az a kérdésem értelmezhető, ha mondjuk azt szeretném megkérdezni, Isten miért 5780 évvel teremtette, 5780 évvel ezelőtt teremtette meg ugye a világot, ugye? A teremtés miért ekkor volt? Ugye azért, mert azért nincs értelme, mert maga az idő az, ami része a teremtésnek, ugye? És az isteni aktusnak. És nem arról van szó, hogy az isteni aktus az, ami része az időnek. A mi cselekedeteink az az időnek a részét képezik azonban. Az Isten cselekedete az nem képezi részét az időnek, legfeljebb be tud öltözni mondjuk úgy az idő dimenziójában, de ezért nagyon nehéz. Beszéltünk arról, hogy mi az időnek mondjuk ez e világi definíciója, illetve csak e világi definícióját tudjuk érteni, és azt mondtuk, hogy ez a változás jelenti. Ha meg mondjuk a teremtés aspektusából nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ahogy Isten, ugye tanultuk, kreáció ex nihilo, vagy ilyesmi ájn módon teremt, tehát a semmiből teremti meg a valamit, ilyen módon pedig nem elég egyszer megteremtenie, hanem, hanem ebbe a teremtésbe folyamatosan bele kell investálnia újra és újra az isteni energiát. Még egyszer, a beleinvestálás az nem a legjobb szó, mert amikor azt mondom, beleinvestálom, az úgy hangzik, mintha ő elvenné magától az energiát, belefekteti, és onnantól kezdve az az energia, amit ő kiadott magából, az ott fekszik, nincs nála. De ugye ez nem így működik, mert ugye mi kevesebbek vagyunk a teremtéssel, vagy mi kevesebbek vagyunk a cselekedeteinkkel. Isten teremtése azonban nem olyan, mint a mi cselekedeteink. Mihez hasonlítottuk ezt? Az ember, amikor mondjuk beszél, akkor, amikor kimond valami szót, akkor a különböző hangrezgések, stb. Formájában elválik tőle a kimondott szó, az kap valami fizikai megnyilvánulást. Az örökkévaló esetében azonban ez másképp működik. Az örökkévaló, hogyha beszél, ugye azt mondtuk, mi az örökkévaló esetében a beszéd funkciója? Az, hogy azon keresztül teremti meg a világot. Ennek értelmében mondtuk azt, hogy amikor megteremti a tíz teremtő mondat a világot, akkor tulajdonképpen az a tíz teremtő mondat, ez folyamatosan minden pillanatban ott van a világban. Minden alkalommal, amikor ő újra létezésbe lépteti, vagy létezésben tartja a világot, akkor olyan, mintha újra elmondaná ugye a tíz teremtő szót. Na most ezért mondtuk azt, hogy a Tóra tulajdonképpen íródhatott volna úgy is, hogy minden egyes mondat után azt is lehetett volna leírni, hogy és legyen, ugye, legyen ez, legyen az, vagy legyen így, vagy maradjon így. Azt mondtuk még, hogy ugye ez a folyamatos teremtés, ez úgy néz ki, hogy Isten mondjuk egy bizonyos energia mennyiséget beletesz ugye a világ teremtésébe, és amikor mondjuk azt ez visszavándorolna ugye a feladóhoz, ami ugye megint csak fizikai fogalmakkal próbálunk operálni, ami teljesen lehetetlen, de azt mondjuk, akkor fekteti be a következőt. Tehát valahogy azt mondjuk, hogy az időt úgy is lehetne mérni mondjuk, vagy úgy is lehetne foglalkozni, vagy beszélni ugye az idő dimenziójáról, mint arról, hogy milyen módon létezteti Isten a világot. Ahogy folyamatosan létezésben tartja, és biztosítja a fennmaradásához szükséges isteni energiát, tulajdonképpen ez az idő. Volt egy másik megközelítése az időnek, ez a megközelítés pedig az, amikor azt mondtuk, hogy igazából az okokozitiság, ez az idő. És ez a spirituális világok esetében
nyilvánul meg nagyon hangsúlyosan. Ugye azt mondtuk, hogy az egész világnak a megteremtése, az tulajdonképpen az örökkévalónak egyfajta spirituális alászállása. Mit jelent ez? Ez a spirituális alászállás, ez abban fogalmazódik meg, hogy neki van egy végtelen megnyilvánulása. Ez az orényszof. Ugye erre mondtuk, ez a végtelen isteni fény. Na most, ez nem maga az örökkévaló. Az örökkévaló mindenen teljesen túlmutat. De azt mondjuk, hogy ez az ő megnyilvánulása. Én is azt mondjuk, Kovács Cicák vagyok, és megnyilvánulok azon keresztül, hogy tartok egy órát, hogy felhívom az édesapámat, beszélek a testvéremmel, főzök egy sólettet, stb. Ezek megnyilvánulásai, ezek nem én magam vagyok. Bármi sok dolgot elmondhatok magamról, azok mindig csak a megnyilvánulásoknak a sorozata lesz, sose leszek én magam. Hasonló módon, Isten, mint olyan, azt mondom, Isten esszenciája, az végtelenül felülmúlja Istennek a végtelen megnyilvánulását, mert az egyik csak egy megnyilvánulás, mondjuk úgy önkifejezés, a másik pedig az ő maga. De azt mondjuk, hogy a világ az úgy teremtődik meg, hogy Isten folyamatosan alászáll tulajdonképpen. Egyre többet takar el a saját létezéséből. És ilyen módon azt mondom, hogy ahogy száll alá egyik világról a másikra, ugye, vannak spirituális világok. Ezek a különböző spirituális világok, ezek azok azt mutatják, hogy mennyi nyilvánul meg Istennek ebből a végtelen fényéből. Tudjuk, hogy általánosan négyféle spirituális világról beszélünk. Acilut, Bria, Yetzirah, Szia, és azt mondjuk, hogy az Acilut az még teljes mértékben tartalmazza ezt a végtelen fényt. Mondjuk Mózes lelke innen származik, ezért mondtuk azt ugye, hogy a Mózes szemtől szembe beszélt az örökkévalóval, mert olyan módon érzékelte Istent, ahogy egyik ember a másikat. De ugye az alsóbb világokban már sokkal kevésbé történik meg ez a fajta érzékelés. Mégis azt mondjuk, hogy így is lehet beszélni időről, mert ugye egyik korábban volt, mint a másik. De még ebben a rendszerben is azt mondjuk, hogy ez a fajta spirituális leágazás, ez azzal kezdődik meg, hogy az örökkévaló létrehozza ezt a rendszert. Mi ez a rendszer? Az, hogy összehúzza magát, ugye? Hogy létrehozza a világot úgy, hogy eltakarja magát folyamatosan. Na most, amikor azt mondjuk ugye ebben a negyedik hittételben, hogy ő az első, és ő az utolsó, akkor az elsőbeli minősége alatt azt értjük, hogy megelőzi, ugye, okozatilag, okokozati értelemben ezt a fajta cimcumot, ezt a fajta összehúzódást, ami lehetővé teszi azt, hogy a különböző világok megvalósuljanak, létrejöjjenek, kifejeződjenek, ugye, Isten létéből a spirituális alászállás értelmében, és azt mondjuk, hogy ő az utolsó is, amennyiben azt mondjuk, hogy még a teremtésnek a legalantasabb aspektusát tekintve is, most az alantas nem rossz értelembe kell érteni, hanem olyan értelembe, bár ez tulajdonképpen arról, akkor Isten létezésében, mondjuk vegyük az a világ, az a környezet, ami a legtöbbet eltakarja Isten létezéséből, az a mi világunk, de a mi világunkat hívják Asszia világának. De még az Asszia azt jelenti cselekvés. A cselekvés világának is van spirituális cselekvés világ, és földi cselekvés világ, vagy fizikai. Mi ebben a földi Asziában vagyunk. Ugye ez az abszolút profán, ez az abszolút evilági. De most azt mondjuk, hogy ennél lejjebb, ugye ennél többet már nem lehet kitakarni Istenből. Ez az, amikor ő már magát teljesen takarja, nem lehet őt érzékelni, és ránk van bízva az a munka, úgymond, hogy kiássuk a kincses ládát, vagy a kincseket ugye a homok alól a tengerparton, hogy felismerjük őt. De ugye eleinte minden takar van. De azt mondjuk, hogy még ebben a fizikai létezésben is ott van ő, ugyanúgy, ahogy ő volt az első, értsd, mielőtt megteremtette volna ennek a leereszkedésnek a rendszerét, a láncolatát, az is ő teljes mértékben, az is ő volt, és illetve ő, ami az utolsó fűszában, ami megrezdül, abban is ő van benne, ami mondjuk ugye a fizikai világnak mondjuk egy marginális részének tűnik, vagy egy kőnek a hasadékában, minden miatta van, minden őt tükrözi. Pontosabban nem tükrözi, és ugye ez a nehézség, hogy látszólag ugye elfedi, de ez a lényeg, hogy amikor azt mondjuk, hogy mindenben ő ott van, és hogy ő az első és ő az utolsó, akkor nem azt mondom, hogy az idő dimenzióján belül, hanem még az, ami megelőzi a teremtést, mert a teremtés azzal veszi kezdetét, hogy létrehozza ugye a leereszkedésnek a rendszerét, ilyen módon történik meg a teremtés, tehát ezt megelőzően is, okokozati értelemben, és ugye utolsó abban az értelemben, hogy a teremtés legalacsonyabb szintjében is folyamatosan jelen van. Ugye, amikor pedig még egy dolgot kell ugye az időbeliségről mondanunk, azt mondjuk, hogy az örökkévaló számára
ugye a különböző idők azok nem olyan módon jelennek még, mint számunkra. Mi megkülönböztetünk ugye múlt időt, jelen idő, jövő időt. Ez a mi számunkra, ezek valóban elkülönülő dolgok, elkülönülő időbeli jelenségek, igen. Az örökkévaló számára a következő miatt nem. Azzal, hogy ő megteremti a világot, és még egyszer, a teremtésnek része az, hogy megteremt spirituális világokat, fizikai világokat, ami már a spirituális alatt van, ugye, szintben, ami már kevesebb dolgot mutat meg az örökkévalóban, és ennek a fizikaiságnak az egyik tulajdonsága, ugye, az időbeliség. Abban, hogy különbözik a múlt, a jelen és a jövő. Azonban Isten számára, mivel ez is csak egy teremtett entitás, ez pontosan, ezek nem külön léteznek. Számára ezek nem jelentenek különbséget. Miért? Azért, mert az örökkévaló számára mindenben tulajdonképpen ő van benne. Mi látjuk azt, ugye az érmének a másik oldalát látja, ő mindenben látja saját magát. Ő pontosan tudja, hogy ő, hiszen ő mondjuk úgy, ő festette át ugye a vásznat, de, vagy ő festette át magát mondjuk így, de ő tudja, hogy a festék szín alatt is ő van. Nem tudom, mennyire érthető ez a hasonlat. Mondom másképp. Megteremti a világot, még egyszer mi által teremti meg? A szavak által. A mi esetünkben a szavak, amikor kimondjuk őket, azok tőlünk külön lévő entitások. Azt mondjuk, hogy viszont Isten a szavak által, amit csinál, megteremti a világot. De mit beszéltünk, hogy a világ nem különálló entitás, hanem egy lehetséges entitás. Nem szükségszerű, az örökkévaló is szükségszerű. Mit jelent ez? Hogy a világ létezésében ott van az örökkévaló léte. És még egyszer mit mondtunk? Mi a világ létezése? Tulajdonképpen az isteni szavak. Isteni szavak egyenlő világ létezésével, és isteni szavak egyenlő magával Istennel. Isten szava nem válik el Istentől, mert ha elválna, akkor Isten létezése nem lenne szükségszerű. Ha szükségszerű, az azt jelenti, hogy a szavakban is benne van, tehát a világban is benne van. És ilyen módon, hasonló módon minden teremtményben. Mivel az idő is egy ilyen teremtett entitás, ennek értelmében teljesen világos, hogy számára nem válik el ugye az időbeliségnek az egymástól egyébként különváló részei. Számára múlt, a jövő és a jelen. És ugye az a mód, ahogy ő mondjuk a világot teremti és újrateremti, ez a mi fogalmainkkal egy újrateremtés, ami időben elkülönül egymástól, az örökkévaló számára, ugye mivel az egész világ az igazából csak neki egyfajta takarása, mondjuk úgy átszíne, olyan, mint hogyha mondjuk én elhatároznám, hogy mondjuk befestem magamnak egy részét. Nem tudom, mit mondjak el. Mondjuk, hogy lilára festem a hasamat. Ugye tudom pontosan, hogy a lila szín alatt ott vagyok én, ott van a bőröm színe, de eltakarom, de én hozom létre ezt a takarást, tehát én tisztában vagyok azzal, hogy mi az, ami a felszín alatti igazság. Nagyjából hasonló módon működik az idő is. A számunkra ilyen módon érzékelhető, mert ugye mi is teremtmények vagyunk, és számunkra lett ez létrehozva. Mi az időben létezünk, az idő azonban az örökkévalóban létezik. Tehát máshogy viszonyul ugye az idő a saját teremtőjéhez, és máshogy viszonyul a számára kiszolgáltatott teremtményeknek. Jó estét, Taliz, jó hetet kívánok! Savoltov, gutvoch! Gutvoch az a jiddis jó hetet, a Savoltov pedig héberül, mondjuk. Nézzük még, mi az, amire időnk van. Beszéltünk ugye erről, hogy mi az, amiben kifejeződik ez a nem változás. Igen, és még egy dolgot, hogy lehessen érzékelni, miben áll ugye Istennek az, hogy ez az első és utolsó. Ugye megértettük, mondjuk úgy modelleztük, kilogikáztuk, hogy milyen, mit jelent az, hogy mondjuk Isten első és utolsó, semmiképpen sem az időbeliségre utal. Ugye ez a nehéz, az első az tipikusan valami időbeliségre utal, időbeli behatárolásra, miközben teljesen világos, hogy itt igazából arra gondolunk, hogy Isten első ok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy tehát ilyen értelemben azt mondjuk azt az ok, Isten az ok, minden más csak belőle ered. Isten azonban semminek nem lehet következménye, ő mindennek csak ugye az eredő, mindennek a forrása lehet. És ezzel kapcsolatban mondtuk, hogy amikor Istennek mondjuk arról beszélünk, hogy Isten végtelen, akkor a végtelent azt többféle módon is elképzeljük, azonban Isten végtelenségét és örökké valóságát egy bizonyos módon gondolja a zsidóság. Ugye az is egy végtelen létezés, hogyha Isten mondjuk megteremt valami létezést egy bizonyos ponton, akkor annak a létezésnek mondjuk úgy van egyfajta kezdete.
És onnantól közül az örökkévaló elhatározza, hogy az örökkévalóságig folyamatosan létezésben tartja. Ez is egyfajta végtelenség, mert bármeddig haladnánk ugye az időben, és csak lenne kezdete. Azonban az örökkévaló léte, mivel nem így jön létre, nem valami másik okból kifolyólag, hanem önmagának a... hát nem is lehet erre más szót használni, ugye korlátozva vagyunk még egyszer a fizikai fogalmaink által. Ugye a saját magának a lényege ugye a létezés. És ilyen módon ugye neki nincsen semmiféle előoka. De azt mondjuk, hogy ez a létezés ugye ez megelőzte az időt, olyan értelemben, hogy ugye ez az oka magának az időnek is, és ugye a másik irányba is ugye folyamatosan él, akkor is, hogyha mondjuk esetleg meg már a világ nincsen. Tehát olyan értelemben is túlhaladja ugye ezt az idő fogalmát, hogy az idő azt mondjuk, hogy a teremtésen belül értelmezendő, a téridő dimenzióján belül, azonban ha mondjuk ez a világ ez megszűnik, és az örökkévaló azt mondja, hogy már nem fekteti bele az energiát a kreáción ex nihilo folyamatába, hogy a semmiből folyamatosan újra léteztesse a világot, ugye az örökkévaló akkor is létezni fog. Tehát az első és az utolsó, ez pontosan ilyen értelemben vendő. Nézzük azt, valami volt még, amire gondoltam, hogy érdemes megemlíteni, de szerintem lehet, hogy ennyit érdemes, és nem érdemes tovább menni, és tulajdonképpen el is, igen, beszéltük is, ugye az Arizali összehúzódásról, cimcumról erről már beszéltünk nagyon sokat, szerintem erről nem kell újra, mert ezt már nagyon alaposan megtanultuk korábban. Azt hiszem, hogy ez az, amit most meg kellett érteni, hogy mit jelent az, hogy az örökkévaló az első és az utolsó, amit nyilván Maimonides nem az idő dimenziójában képzelte, és milyen módon lehet ezt kilogikázni, nem ábrázolni, nem elképzelni, mert az teljességgel lehetetlen, az túlmutat rajtunk. Jó, mivel mindjárt letelik az egy óra, ezért annyit kérnék, hogy esetleg, hogyha van az eddig mondottakkal kapcsolatban valami kérdés, akkor kérlek szépen azt tegyétek fel nekem. És előre pedig mondanám, hogy ugye egy hét múlva az ötödik hitelvel fogjuk folytatni. Az ötödik hitelben pedig az ima jelentőségéről beszélünk. Jó estét, Éva! Örülök, Hava, bocsánat, örülök, hogy itt vagy. Most már mai alkalommal másodjára lépünk interakcióba. Nagyon örülök neki. Az ötödik hitelv azt mondja, hogy Animal min be'emunas léma, seha bore yitbarach shmo, lo levado, raui litpalel, ve en raui litpalel zudul. Azt mondja, teljes hitel hiszek abban, hogy egyedül csak a Teremtőhöz áldott a neve illik imádkozni, és nem illik imádkozni máshoz. Erről fogunk beszélni tehát a következő órán, arról, hogy mi a kapcsolat mondjuk az ima és az emberi igények között, hogyan jelenik meg az ima úgy, mint a szív, mint mondjuk úgy a szív szolgálata, egyfajta igény, mint a szív szolgálata. Jó estét József, örülök, hogy itt vagy, Shavua Tov, Gut Voch, és még egyszer csak zárójában, tényleg nem vagyok rabbi. Jaj, erről szerettem volna beszélni, ugye, csak azért, mert lehet, hogy valaki számára idegesítő, hogy ezt mindig elmondom. Én azért mondom mindig el következetesen, hogy nem vagyok rabbi, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy bizonyos dolgokban tudjuk azt, hogy ki az, aki mondjuk valamiféle autoritást, vagy mondjuk szaktekintélyt jelent. És mondjuk vannak témák, ugye a rabbiság az vagy abban nyilvánul meg, hogy mondjuk valaki egy közösséget vezet, vagy esetleg megnyilvánulhat abban, hogy van a zsidó jogban egy terület, aminek ő a nagy ismerője. Erről, ugye ez ugyanúgy ez egy vizsgán dől el, és kap erről az illető mondjuk egy papírt, mint ahogy mondjuk az ember megszerez egy diplomát. Na most, én azért vagyok ugye nagyon óvatos, és próbálok nagyon következetesen ugye mindig elmondani. Itt nem arról van szó, hogy én persze nagyon szívesen bújnék ugye a szerény ember bőrébe, és nem, köszönöm szépen, de azért gondoljátok mindannyian azt, hogy nem. Itt arról van szó, hogy nem szeretnék egy olyan, hogy is mondjam, nem mondhatom magamról, hogy orvos vagyok, hogyha nem tanultam ezt ki, és nem adtam róla egyfajta tanúbizonyságot, ugye? És az igazság az, hogy ugye a rabbiság is egy kicsit hasonló dolog. Persze vannak rabbik, akik kifejezetten közösséget vezetnek, és ezért rájuk mondjuk ezt a szót. De emellett pedig ez ugye egy nagyon fontos zsidó vallásjogi, mondjuk úgy hitelesített tudást jelent. Tehát az, akinek van valamiféle ilyen hitelesített tudása, én általában szeretem azt, én dolgozok ezen,
Én nagyon dolgozok ezen, most tanulok kóserságot, úgyhogy Isten segítségével majd rendelkezni fogok egy bizonyos rész tudással, képesítéssel, és de addig azért is igyekszem tartózkodni, meg mindig felhívni a figyelmet arra, hogy én mondjuk nem, mert fontos tudni azt, hogy az ember, amikor bizonyos mondjuk kérdéseket megfogalmaz, és mondjuk kap valakitől egy választ, most azt mondom, mondjuk ezen az órával kapcsolatban lehet kérdést föltenni, és nyilvánvalóan fogok tudni rá válaszolni. Ha azonban mondjuk valaki föltesz mondjuk egy kérdést, mondjuk a tisztátalan, mondjuk a rituális tisztátalanságnak, mondjuk a nidaságnak a törvényeit illetően, akkor azt kell tudni, hogy ugye ez egy külön dolog, amit általában a rabbinikus tanoncok ugye tanulnak egy évig. Éjjel nap minimum 8 órát, rengeteget. De most az igazság az, hogy ezt ugye nem tudja mindenki. És ha valaki úgy válaszol arra, hogy igazából csak mondjuk azt mondja, hát kinyitottam ezt a könyvet, megnéztem ezt, az egyáltalán nem biztos, hogy ez egy helyes válasz lesz. És ezért én azt mondom, hogy mindig az van is egy olyan Schuster, maradjon a kaptafánál, tehát ugye nem létező mondjuk tudással vagy bizonyítvánnyal nem kérkedni, vagy nem is nem kérkedni, de világossá tenni, hogy mi az, amit mondjuk tudok, és mi az, amit nem. Úgyhogy még egyszer csak azt szeretem volna hangsúlyozni, hogy remélem senkit nem sértek meg akkor azzal, különösen most neked mondom József, mert olyan kedvesen mindig beköszönsz, hogy jó estét Rabbi, és tényleg ez nem egy személyes ellendirányú kirohanás, hanem egyszerűen arról van szó, hogy szeretem volna tisztázni, hogy miért mondom ezt, hogy ti is tisztában legyetek azzal, hogy mi az, amivel valakihez lehet fordulni, meg érdemes, és mi az, amivel nem. De az órákkal kapcsolatban minden esetre várok minden kérdést, sőt, bármilyen kérdés, ha pedig valamire nem tudok válaszolni, vagy csak egy kicsit is bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban, akkor megígérem, hogy akkor mindig a megfelelő autoritáshoz fogok fordulni, és az ő nevében továbbítani a választ. Remélem, ez így mindenkinek meg fog felelni, és nagyon szépen köszönöm már a figyelmeteket, a részvételeteket, hogy ilyen későn is itt voltatok, és várlak titeket vissza mindenkit nagyon sok szeretettel holnap a zsidó etika órán, ugyanígy magyar idő szerint este 9-kor. Úgyhogy Lévi, Éva, Józsi és mindenkinek Anna további kellemes estét kívánok, akit nem említettem meg név szerint, annak is így személyesen gondoltam, jó? Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a további megtisztelő megkereséseteket. Sziasztok, kellemes estét!